Sziasztok! A mai videó témája, mint ahogy ígértem az előző videóban, egy pod lesz ismételten. Ugye legutóbb a Juvel Chrome egyik podját nézegettük meg, most viszont a Moti-nak a podja következik. Ez egy kis, picike kis pod. Azt mondtam akkor, hogy bankkártya méretű, de majd nem sokára megmutatom, annál is kisebb maga a készülék, de akkor csapjunk is a lecsóba. Között a szemem, hogy próbálom keresni a telefonon, hogy hol a kamera, de úgyhogy nem biztos, hogy mindig bele fogok nézni. No, Liquid Horror rendeltem, árat nem tudok, mert nem emlékszem már, hogy mennyi, 10 pár ezer forint. Na, itt van maga a készülék, egy ilyen dobozban érkezik. Szokásos dolgok a dobozon, most csak így össze-vissza forgatom. De amit itt az oldalán lehet látni információt, ugye kompakt méret, hát persze természetesen, kis lapos zsebbe elfér, melós podnak első osztályú, tényleg zsebre teszed, aztán el is felejtett, hogy hova tetted, olyan könnyű. Adaptív power control, tehát ez azt jelenti, hogy beleteszed a podfejet, és akkor automatikusan az ideális teljesítményre fogja magát beállítani. Levegőállítási lehetőség is van, az alján fogom mutatni. És egy ilyen mélysejt kialakítású mesh coil lehet hozzá vásárolni. Én most egy jó mosat vettem, amúgy a dobozban is van tartalék porlasztó. Nézegettem róla a videókat, régebben még nem adtak hozzá plusz tartalék coil, vagy porlasztót, bocsánat, de most már tettek, legalábbis ebben a dobozban volt. Na, akkor nézzük is, hogy mit tartalmaz a doboz belülről. Kapásból ugye használati útmutató, hopsz, pont fejjel lefele tartottam. Nincs bőlei rengedve, mert tényleg egy egyszerű kis készülékről van szó. Itt minden hasznos információ megtalálható róla. Van külön egy német nyelvű is benne. Nagyító mikroszkóp szükséges hozzá, már pici betűkkel van írva. És akkor maga a készülék. Így van benne a kis dobozában. Itt alul van egy kiegészítő, tartozékokat tartalmazó kis dobozka, amiben van egy USB-C típusú töltőkábel, egy 0,45 tizedohmos vagy századohmos porlasztó, és itt van egy ilyen kis csuklópánt, vagy nyakpánt inkább, tehát nyakba is lehet akasztani, hogy tud, hogy hol van. No, kivesszük a dobozból a készüléket, és akkor valójában így néz ki. Az eleje az műanyag, egy ilyen keményebb műanyag. Hátulja pedig cink alumínium ötvözet, de jó kis robosztus felépítés. Itt találhatunk egy 0,96 incses kis OLED kijelzőt, ami nagyon jó egyébként, mert erős napfényben és gyönyörű szépen le lehet olvasni róla az információkat. Tudja, maga a podfej, mágneses, egyféleképpen lehet beletenni a készülékbe, könnyen cserélhető, lényegében plug and play porlasztó, ugye, mint amit már mostanában jól megszoktunk más gyártóknál is. Maga a készülék szűk DR-re is alkalmas, de én mindig azt mondom, hogy ekkor aksival, mint ami ebben is van, 950 mAh aksi, ne erőltessük ezt a DR-t meg egyéb dolgokat, főleg, hogyha olyan helyen dolgozik valaki, ahol nem tud esetleg tölteni. Bár mondjuk relatíven hamar feltölti a töltő, 1 amperes töltési áram szükséges neki, de esetleg nagyobb a töltő, akkor legfeljebb gyorsabban tölt fel, de tönkre azért nem fog menni tőle. Szerintem egy óra alatt feltölti ezt a kis akkumulátort, és hogyha MTL-be egy ohmot használod, az egész napot kihúzod vele simán. Mondjuk ez vépelési szokástól is függ, de szerintem egy napot simán ki lehet vele hozni reggeltől estig. Úgyhogy azért mondom, hogy skára DR-t vagy szűk DR-t erőltetni vele, mert tudja. Tehát lényegében 5 és 30 watt közt lehet szabályozni is a teljesítményt, de nincs értelme föntebb menni, mert ő az ideálisra állítja be. Mert például az 1 ohmos is, most puskázok, hogyha hova is tettem, ja pont az volt a kezembe, tehát például az 1 ohmos is 10 és 16 watt közt írja, de a 14 watt az ajánlott teljesítmény. De nem is nagyon engedi fel tovább, azt hiszem 16-ig engedi talán az 1 ohmos
ellenállást. Úgyhogy, és jó, nagyon jó íz visszadása van, ezt köszönhet ugye a mesnek is. Nézzük tovább, mit tud a készülék. 5 klikre kapcsoljuk be. Ha most az így sikerül, így kamera előtt 1, 2, 3, 4, 5. Nem sikerül, jó. 1, 2, 3, 4, 5. Van egy ilyen kis start, moti, és ott a kijelző. Kicsit múlva közelebbről mutatni. Fönt ugye kapunk egy akkumulátorindikátort, alatta egy slukk időszámláló. Na most ez a slukk időszámláló, ez, hogyha nyomjuk a tűzgombot, csak akkor méri a slukkok számát, mert hogy ugye tud egy olyat is, hogy ugye vákumkapcsolós, tehát szívásra is aktiválódik a készülék, azt nem, olyankor nem számolja a slukkok hosszát. Itt ugye jó nagy számokkal láthatjuk az aktuálisan beállított teljesítményt. Alatta puskázok, igen, alatta van a tekerésnek az ellenállása, a porlasztónak az ellenállása, és alatta pedig ugye a feszültséget írja ki, de hát azt ugye itt menet közben nem figyeljük, meg nem látjuk. És van egy puffszámláló itt az alsó részen. Ezt a puffszámlálót is tudjuk nullázni, ezt úgy tudjuk, hogy kikapcsolt készüléknél egyszerre nyomjuk azt a felső gombot és a tűzgombot, és akkor lenullázza a puffokat. Na, akkor még ugye, amit a készülékről tudni kell, fent van egy teljesítmény állítási lehetőség, ezt a kis gombot kell nyomogatni, és hogy látjátok, szépen megy fel a teljesítmény, és 16 wattnál itt meg is állt, és kezdi 5 watttól előről. Tehát ez ilyen körbe megy, nem tudunk oda-vissza léptetni, csak előre, de hát ugye nem kell sokat, és akkor tudjuk a teljesítményt változtatni. Itt van két kis lyuk, ide tudjuk befűzni ezt a kis, minek hívják, ott az előbb mondtam, gyakpántot. Gyakpántot vagy csuklópántot, ugye itt van a tűzgumb, itt van a töltőnyílásunk, és itt van alul egy levegő szabályzási lehetőségünk. Van itt egy szélesebb kivágat és egy kis lyuk. És ennek az elforgatásával tudjuk szabályozni a levegő áramlást, és tudjuk tág, elég jó kis tág, MTL-be, vagy egész jó kis fejetoni szokta mondani, rácuppanós MTL-re szabályozni a készüléket. Ez körülbelül ennyi, amit erről a készülékről el lehet mondani. Ja, még annyit ugye kivesszük a podot, és ugye itt van egy ilyen kis gumi dugó, most ez egy kicsit likvides is. Látszik, ez a repülős út, ez egy kicsit így megviseli őket. Mert ugye a másik tankom is megfolyt egy picit, és azt már más is mondta, hogyha a repülőgépen utazik, ugye a nyomás különbségek miatt egy kicsit megfolynak a technikák. Ezt a kis gumi dugót kihúzva, kivéve tudjuk feltölteni, 2 milliliter a tanknak a kapacitása. És még van egy jó dolog benne, többek között az, hogy ezt el tudjuk itt fordítani, és hogy ki lehet venni, és akár saját dripptipünket is, ami tetszik, ki tudjuk cserélni, ha szeretnénk. De egyébként jó kis kényelmes ez a kis dripptip, tehát szerintem felesleges cserélgetni. Na, mit nem mondtam még el róla? Szerintem ennyi. Ja, közben így megmutatom ugye a méretet, ha már erről volt szó, ugye ez egy bankkártya méret, ez nem egy bankkártya, de egy olyan méretű kártya, ez a szobámnak az ajtaját nyitja. Most így mellé teszem, vagy ha ráteszem is, akkor lehet látni azért, hogy igen, körülbelül bankkártya méret és kis könnyű, tehát nem nehéz maga a készülék. No, és akkor még ugye itt van a porlasztó, amit ugye külön tudunk vásárolni. Ez az egyohmos változat. A 0,45-es is így néz ki, csak az van ráírva, hogy 0,45. Tehát amúgy ebben is van user manuál, és akkor mint a tabletta. 5 darab van egy csomagolásba, vagy egy dobozba, és akkor csak ki kell őket nyomkodni, kihúzni, betenni az újat, és mehet tovább a móka. No. Körülbelül akkor, ahogy mondtam, ennyit erről a kis készülékről, azt nagyon nem érdemes bőlére engedni, mert egy egyszerű kis készülékről van szó. No, ugye eltelt ez a húsvét,
és remélem mindenkinek jót tett, jó sok sonkát evett, jó sok pálet szívott, és stb. Meglocsolta a lányokat. Na, meglátogattam Gőzlér paraszt barátomat, mert Szentendrén voltunk egy hete, igen, és hát ugye az ott van, az M3-as mellett lakik a Gőzlér paraszt, Szilvius, beugrottunk hozzá egy villámlátogatást, ettünk finom csonkát, meg kedves felesége sütött, hát kalács, de nem ez a fonott kalács, hanem ez a ilyen virág alakú, nem tudom pontosan mi a neve neki esetleg, hogyha majd a Szilvius megnézi ezt a videót, aztán kommentbe odaírja. Nagyon-nagyon finom volt egyébként, és innen is köszönöm szépen a vendéglátást nekik. Jó volt újra találkozni, jó volt egy kicsit beszélgetni. Nagyon sokat nem voltunk, időztünk talán egy óra hosszát, mert ugye már késő délután volt, és meg onnan azért csak két óra hosszú Debrecen. Úgyhogy ez a helyzet. Jó hír meg az, hogy idén is lesz Vépár találkozó. Most egyedre időpontot meg egyebeket nem mondok, mert egy az, hogy én nem is kérdeztem meg a fiúkat, hogy én erről beszélhetek-e. Lényeg, hogy lesz, ugyanúgy Ráckevén lesz, mint tavaly, a helyszín ugyanaz lesz, minden ugyanaz lesz, remélem új emberekkel is fogunk találkozni, de lesz, ismételten lesz, hogyha letisztázódik teljesen minden, az időpont mondjuk megvan, de az egyéb dolgok, akkor valószínűleg én is be fogok róla számolni, de ha van kedvetek, akkor figyelhetitek a Vaperek a Vaperekért weboldalát, vagy a Villanypára Egyesület weboldalán is ki lesz hirdetve a találkozónak az időpontja és az egyéb tudnivalók róla. Más egyebet most nem, nagy dolgok nem történtek, kint vagyok Lipcsébe, hogy láthatjátok a háttérből itt az ágynak a támlája, tegnap jöttem sima repülőúttal, szerencsére nem tudom milyen csoda folytán, mert a legutóbbi hazamenetelem az megint halandosabbra sikerült egy kicsit, mint ahogy terveztem, de mostanában ez van. Na, nem akarom szidni egyik légitársaságot se, de mostanában Lufthansával problémák vannak. Úgyhogy most az ideút az sima is volt, és nagyon időben megint hamarabb érkeztünk, mint ahogy kellett volna, ami ugyan nem baj lényegében. Annyi változás lesz, na már nem tudok beszélni. Annyi változás még lesz a videóimmal kapcsolatosan, hogy most már csak megszerkezgetem őket, hogyha muszáj. Legalábbis egy intro, meg hát outro nem biztos, hogy lesz az intro, az lesz, azt már láthattátok a YouTube-os csatornámon, az a kis ilyen cirádás akármis, azt az intrót beteszem a videó elejére, melyik kis effekt, meg anyám kínja. De nagyon nem akarom túlspilázni, csak akkor vágok videóba, hogyha tényleg nagy marhaságot mondok, vagy nagyon nem tudom, hogy miről beszélek. És akkor azt kivágom, és akkor újra fogom rögzíteni. Következőkben még nem tudom, hogy majd mi lesz. Egyelőre most új dolgok annyira nincsenek, bár most várom a futát, valószínű, hogy holnap után megérkezik a Tiszvapótól a kis csomagom, amiben lesz egy-két természetesen latabakéria koncentrátum, és egy nagyon jó pofa latabakériás ilyen tartó doboz, azt meg fogom majd mutatni. Arra külön videót nem csinálok, majd egy következőbe majd be fogom tenni. Két darab volt belőle, gyorsan lecsaptam rá, mert utána az ilyen latabakériás relikviákból utána már elfogynak, borzalmas, nehéz beszerezni. Így jártam ezzel a hát nem jártam így, hanem ugye arra se tudtam szert tenni. Kiadtak egy ilyen különleges kiadást, amiben a Grand Reserve sorozatba tartozó aromák voltak, egy nagyon szépen megmunkált és nagyon szépen kialakított fa tároló dobozban. Ha jól emlékszem, talán 8 vagy 10 aroma volt benne, meg kulcstartó, vagy nem emlékszem pontosan, mert ez már tavaly vagy tavaly előtt láttam én ezt, de már a saját oldalukon sem tudtam rá lecsapni, mert gondolom, hogy hirtelen hamar elkapkodták, mert tényleg nagyon szép volt, nagyon jól nézett ki. Úgyhogy azért voltam úgy vele ebben a kis tartó dobozzal is, hogyha már kettő maradt csak belőle, közepes méretű, akkor gyorsan lecsapok rá. Úgyhogy nagyjából ennyi. A történet az előző két hétről, legközelebb nem tudom, mikor jelentkezek, találok majd valami témát, hogy ne unatkozzunk, meg ne pártoljatok el tőlem, ha még nem jártál itt a csatornámon, vagy most jársz először itt a csatornámon, és
tetszenek a videók, akár ez a videó is, akkor ha lájkolsz, azt megköszönöm, ha feliratkozol, azt még jobban megköszönöm. Szép lassan gyülekezünk. Ha még nem ismered, vaporbook.com, magyar Vapor Facebooknak is mondhatjuk, ott is szépen gyarapodik a létszám, gyertek, regisztráljatok, annak jó kis csoportok, lehet jókat beszélgetni, hirdetési lehetőség is van. Nem kértek meg a reklámra, csak azért mondom, mert jó a kezdeményezés, és szeretném népszerűsíteni. Köszönöm, hogy megnézted a videót, kellemes hétvégét kívánunk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!